Hilda kalapja. Egy szép napfényes reggelen a földből halvány lila csücsökvirágok dugták ki a fejüket. A távolból egy téli álmából ébredező zacskós borz harákolása hallatszott, a levegőben pedig szédülten zümmögtek az első posztólegyek. Tavaszodik, állapította meg Hilda. De kár, hogy nekem nincs egyetlen csinos kalapom sem. Nem is szoktál kalapot hordani. Na jó, de ha véletlenül mégis eszembe jutna. Kölcsön kérhetnéd Béla bájét. Szerinted hogy állna neki Béla bá kalapja? Kérdezte pofánka. Elég furcsán. Talán mégis jobb lesz, ha beszerzel egy saját kalapot. Kalapot akármiből lehet készíteni. Szólt közbe Zödön, lerakva a fűbe egy zacskó szárított vacspenótot. A nagybátyám például egy üres konzervdobozt hord fejfedőként. De hát neked nincs is nagybátyád. Na jó, nincs. De ha lenne, biztos azt hordana. És haza zokniból készítenél magadnak egy kalapot? Zokniból csak egy nem túl elegáns sapkát lehetne készíteni. Szerintem nézz körül az elhagyatott réten. Én szívesen elkísérlek. Ajánlkozott Valér. Ó, ez a vidéki élet. Hova, kuflik? Kérdezte kíváncsian egy csíkos csújmász. Kalap alapanyagot keresünk Hildának. Tudok én a rétén mindenféle alapanyagról. Akadik kácat alapanyag, maszat alapanyag, kis szerencsével talán még némi malac alapanyagot is találhattok, de kalap alapanyag sokan keresik, így gyorsan eltűnik a rétről minden efféle. Mi azért nézelődünk egy kicsit, mondta Hilda. Átszögdécseltek Valérral egy zöldserjeligeten, megkerültek egy kiszáradt befőtt bokrot, amikor... Oda néz, mi van ott? Kiáltott fel Hilda, és egy gyönyörű színes kalapot emelt fel a földről. Szerinted hogy áll? Nem rossz, bár egy kicsit emlékeztet a varázsgombák sityakjára, mondta Valér, és elővette egy zsebtükröt. Egész jó. Bár tényleg olyan, mint egy gombakalap, meg aztán szorít is egy kicsit. Sajnos nem az én méretem. Hilda megfogta a kalapot, hogy levegye, ám az nem mozdult. Úgy látszik rám szorult. Segítenél kicsit? Na-na! Valér húzta jobbról, húzta balról, rángatta előről és cibálta hátulról, de a kalap nem mozdult Hilda fejéről. Látom, van egy kis gubanc. Mi tagadás? Hilda fejére rászorult ez a gyönyörű kalap. Nem csoda. Mi egyebet vártok egy varázsgomba kalaptól? Hihetetlen, hogy velünk mindig valami ilyesmi történik. Nyugi, azért lehet ezen segíteni. Két módszer is van rá. Melyik a gyorsabb? Mindkettő gyors, de az egyik egyszerűbb. Csak el kell mondani hozzá a következő varázsigét. Varázsgomba? Darázsplombát varázsolj a garázsomba. De hát ennek semmi értelme sincs. Azt én kérdés. Viszont ha elmondod, magad is varázsgombává változol. És az mégis miért volna jó nekem? Oly egyszerű! Akkor nem kéne többé levenned a kalapodat. De én nem akarok varázsgomba lenni. Kufli akarok maradni. Ez esetben ugyanezt a varázsigét kell elmondanod csak visszafelé. Akkor már is visszacsinálódik az egész. Így hangzik. Ámbozsárat, nagyozsárat. De én ezt nem tudom elmondani. Tükör, van-e nálatok? Persze. Akkor odaadom a varázsige szövegét, bár ami azt illeti... Ez tiltja a szabályzat. Na ne üssek ő. Tükörből fölolvasva könnyebb lesz elmondanod visszafelé. Azzal Hilda kezébe nyomott egy gyűrött papírdarabot. Köszönöm. Nyögte Hilda, és oda tartotta a tükörhöz a papírt. Abmózsárag... Aljózsárov. Jó lesz ez, folytást. Tábmolbzsárod. Abmogzsárov.
Ti még el sem indultatok. Vize, meggondoltam magam. Már nem is akarsz kalapot? Már nem. Rájöttem, hogy mindig összekócolná a kontyomat. Ezt nem értem. Még mindig csak a második fekvőtámasztnál tartok, pedig az imént, mintha már megcsináltam volna, vagy 30-at. Az előbb én is kihoztam az üregemből egy zacskó szárított vacspenótot, és most még sincs nálam. Tavaszi feledékenység. Gyakran előfordul ilyen tájt. És lehet ezt gyógyítani? Fél óra hátra bukfenc, és ismét mindenre emlékezni fogtok. Ez igaz. Dehogy is, most találtam ki. És mi lesz, ha rájönnek? Majd újra elmondod az abmozsárak varázsigét. Végül is egy ilyen szép tavaszi nap akárhányszor elkezdődhet, mondta Valér, és ebben bizony igaza volt. Na, azt tudja, nem várom meg, hogy újra elkezdődjön ez a rész. Játszunk Zsunyért, meg Kopollánt. Felhős délután volt, szél se fújt, madár se nyikkant. Kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen szunnyat napon történhet-e bármi érdekes. Töprengett álmatagon Valér. Mi az, hogy szunnyat? Kérdezte félálomban Zödön. Egy szó. Azt jelenti, hogy szunyókálós és punnyat. Vannak ám semmit nem jelentő szavak is. Például a zsunyér vagy a kopollán, mondta Fityérc. És ettől nem szomorúak ezek a szavak? Aggodalmaskodott Hilda. Ugyan, dehogy! Rázta a fejét Bélabá. Jönnek, mennek a világban gondtalanul. Legfeljebb néha unatkoznak egy kicsit. Mivel nincsen semmi dolguk, ha összegyűjtenénk az ilyen szavakat, talán segíthetnénk nekik, hogy előbb-utóbb jelentsenek valamit. Remek ötlet! Kérdezősködjünk kicsit a réten! A kérdezősködés már sokszor bevált. A kuflik mindannyian más irányba indultak el. Titus a varázsgombáknál érdeklődött, Pofánka a zöld pöttyös csupszokat kereste fel, Bélabá a macska legyek királyához fordult tanácsért. Hilda egy hatlábú lókutyát faggatott, Valér a kéreg lakó sodorkáknál puhatolózott, Zödön a potrohos makvacokat kérdezgette. Fityírc meg, nos, ő csak úgy szögdécselt a réten, és beszélgetett ezzel is, azzal is. Nem csoda, hogy ő ért haza utoljára. Végre! Akkor most mindenki mondja el, mit talált. Mondom is. Vargyvuk, Surnyung, Zsorty. Miben, hogy a varázsgombák mondták ezeket? Nevetett a beszélő fatuskó. Slump és Töfgöny, ha jól értettem, amit az egyik csupsz mondott. Tomz és Fletyár, ezeket tudtam meg a macska legyektől. Klofzér, Vahangy és Xong. Pönc, pönc, pönc. A sodorkák meg ezt az egy szót mondták. A makvacok is elárultak egyet, csak szögdécselés közben valahogy kiesett a fejemből. És te, Fityírc? Arra gondoltam, én semmit sem jelentő szavak helyett inkább olyasmiket gyűjtök, amikre még nincsen szavunk. Azzal elővett néhány dolgot a zsebéből. Ezek meg micsodák? Ha lenne nevük, tudnám. A többiek pedig gyalog jöttek, és a háta mögé mutatott, ahol három furcsa szerzet áldogált szégyenlősen. Nekik sincs nevük. Fityírc a fejét rázta. Ez roppant érdekes. Most tehát van pár gazdátlan szavunk, és néhány valamink, amiknek nincs nevük.
Csak össze kell párosítanunk őket. Úgy kezdték, hogy Pofánka felolvasta a füzetéből a semmit nem jelentő szavakat, aztán a kuflik egyenként megnézték, melyik neve nincs dologra illenek a legjobban. Szerintem ez itt egy slum. És ez most jó nekem? Igen, nagyon illik hozzá. Ez meg egy zsorgy! Az elégedetten csuklott egyet, úgy látszott, örül neki. Ő pedig csak egy vahangy lehet. A vahangyok szerintem nagyobbak ennél, és szőrösebbek is. Az északi vahangyok lehet, de ez itt egy kicsi és csupasz déli vahangy. Te így értesz a vahangyokhoz. Tudok ezt azt a nem létező dolgokról. Na de melyiket hívjuk Tomsnak? Szerintem ezt így. Az mellette pedig egy pönc. Úgy látom, a Tomsok és a pöncök eléggé hasonlítanak. Ahhoz nem eléggé, hogy ugyanúgy hívjuk őket. Ezzel el is fogyott Fityisz gyűjteménye. Gyerekek, még maradt három szavatok. Vargyvuk, Klavzér és Xong. Mi legyen velük? Szerintem boldogan el lesznek nálunk, amíg találunk nekik valami jó kis jelentést. Remek! Így már nem is annyira szunnyadt ez a nap. Akár játszhatnánk is valamit. Például zsunyért vagy kopollánt. De az előbb azt mondtad, hogy ezek a szavak sem jelentenek semmit. Épp ezért lehetnének két új játék neve, amiket pont most fogunk kitalálni. Ez annyira jó ötletnek tűnt, hogy a kuflik rögtön ki is próbálták. És mivel remekül ment, kipróbálták még egyszer, és még egyszer. Még csak el nem múlt a délután. Ahol a jó bogyóterem. Szép napsütéses nyár elejé délután volt. A kup, illetve nem, elnézést. Borús téli reggel volt. Nagy pelyhekben hullott a hó a rétre a szürke, pocakos felhőkből. A kupacról még elhagyatottabbnak tetszett a rét, mint máskor. Ilyenkor télen alig történik valami érdekes. Ha unatkozol, igazán elkísérhetnél jó bogyót gyűjteni? Már megint elfogyott. Mit tegyünk, ha télen mindenki azt rákcsálja? Jól van, na. Már is hozom a szánkómat. A hó vidáman ropogott, ahogy Titusz nagyokat szökkenve húzta maga után a szánt. Nem sokára egy zölden világító közlekedési lámpához értek. Látod? Már itt is vagyunk. De hogy kerül ide ez a lámpa? Hogy kerül ide bármi is? Ugye, nem jó bogyóért jöttetek. Szólalt meg ekkor valaki a lámpa tövéből. Titusz még sohasem látta az illetőt. Zöld, ilyenkor szabad szünetelni, vagy nem? Elfelejtettem sárgára állítani. Épp evédelni készültem. De ma egyébként is fejtörős nap van. Az mit jelent? Csak azt hetett jó bogyót, aki megold egy fejtörőt. Ez a mai. Tálcán sáskám táncát látván, kátrány hány lánybárány hányt rám. Az említett lánybárányok feketék, tehát kettő. Felére is. Akkor hát jó bogyószerést. Azzal eltűnt, mint nyúl a cilinderben. Honnan tudtad a megoldást? Ez egyike a híres, teljesen értelmetlen fejtörőknek. Bármit válaszolhattam volna rá. Még szerencsé, hogy eljöttél velem. Én biztos megpróbáltam volna megoldani. Hol van itt jó bogyó? Épp mellett állunk, mondta Pofánka, és lerázta a havat egy alacsony bokorról. Ahhoz képest, hogy elhagyatott, elég fura dolgok esnek meg ezen a réten. Na látod? Mehetnénk is.
Felrakták a teli szatyrot a szára, és elindultak. A szél közben nagy kupacokba hordta a havat. Ajjaj! Vajon ebből a sok egyforma kupacból melyik a miénk? Szerintem az ott! Mikor odaértek, Titus vállára kapta a jóbogyós szatyrot, és elkezdett felfelé mászni a kupac oldalán. Hé! Mit csinálsz? Összerontod a hóteknősünket. Elnézést, azt hittük, ez a kufli kupacunk. Hogy lehet összetéveszteni egy kupacot egy hóteknőssel? Talán mert mindkettőnek egyformán kupac alakja van. Látom, semmi érzéketek a művészethez. Titus és Pofánka tovább mentek. Megvan, ez lesz az. Állj! Hozzá ne merj nyúlni a hógolyó gyűjteményemhez! Ne izélj! Ez itt csak egy kupac! Nem kupac, hanem 5371 hógolyó! Egytől egyig én gyúrtam őket! Akkor is kupacnak látszik! Mert álcáztam őket! De nem adok belőle egyetlen egyet sem! Értitek? Ne is álmodjatok róla! Bármikor gyúrunk magunknak saját gyűjteményt, legyintett Titus, azzal fogta a szán zsinórját, és magában füstölökve tovább indult. Nem érgelődj! A hörcsögök már csak ilyenek. Ekkor egy újabb, kisebb kupachoz értek. Elmászom rá! Hát, ha fentről meglátom a mi kupacunkat! Nem látok semmit! Olyan sűrű hullik a hó! Ekkor váratlanul megmozdult alatt a kupac. Segítség! Miben segítsek? Te meg hogy kerülsz ide? Leültem ide, és azon töprektem, vajon mikor jöttök meg végre? Közben úgy tűnik, kicsit belepett a hó. Töprengtél? Ha nincs kéznél rágcsálni való jóbogyó, előfordul. Hoztunk egy nagy szatyorral! Csak visszajövet, nem találtuk a kupacunkat. Itt van néhány lépésnyire. Gyertek! Kisvártatva Pofánka és Titus ott állt barátai között a kufli kupac tetején. Nagy volt az öröm! Miközben rágcsálni kezdtek, Titus elmesélte a többieknek az ötszemű bogyóőr teljesen értelmetlen fejtörőjét. Pompás! Igazán ideje volna, hogy rendezzünk egy teljesen értelmetlen vetélkedőt az elhagyatott réten. Ez nagyon tetszett a kufliknak. De mivel elég hideg volt már, a részletek megbeszélését másnapra halasztották. Most inkább mindenki hazament melegedni a saját kufli üregébe. A kupac elcsendesedett. A Titus szánkója körül szétdobált jóbogyó héjakat lassan belepte a hó. Tegnap hallottam egy találós kérdést, aminek fura fejű sárga kufli volt a megoldása. Merre jártok, kuflik? Egyik délután fityírca hasán hevert pár zebrapittypang árnyékában, mint egy sziesztázó kavicskukac. Nem is tudom, sóhajtotta. Mit nem tudsz? Kérdezte Valér, aki szintén ott volt, csak nem látszott a nagyra nőtt fűben. Itt van ez a kellemes rét. Vajon akad-e még olyan dolog, amit nem csináltunk itt sohasem? Elég sok mindent csináltunk már, amióta itt lakunk. Na jó, de mi az, amit is soha? Vacsoska kergetős. Dugta ki fejét egy bokor mögül zödöm. Olyan nincs is! Kár! Mondta, és eltűnt a levelek között. Próbáltatok már eltévedni? Kérdezte ekkor egy pókcsibe. Eltévedni? Nem, azt még soha. De azt hogyan kell? Semmiség, csak rossz irányba kell indulnod, és közben azt kell hinned, hogy jó irányba mész.
És ez lehet szándékosan is? Én mindig véletlenül szoktam. De biztos lehet úgy is. Vonta meg a vállát a pókcsibe. Azonnal próbáljuk ki! Szökkent fel Vali. Rendben? Csak először találjuk ki, hogy hova ne találjunk oda. Legyen a kupacunk! Tehát az itt van egész közel. Mutatott a hátuk mögé a pókcsibe. Majd direkt ellenkező irányba indulunk, úgy biztos sikerülni fog. A két kufli búcsút vett a pókcsibétől, és szögdécselve elindult. Hova mentek? Eltévedni! Jó, de aztán gyertek haza. Mondta Zödön, és csámcsogva a szájába tömött valamit. Az égen bodros felhők kergették egymást. Mindenfelé szerény kinézetű réti virágok illegették magukat a fűben, vagyis teljesen átlagos nyári délután volt. Menjünk arra, az pontban másfelé van, mint a kupacunk! Mutatott egy majompata bokorra Fityérc. Csodás gondolat! Miután odaértek és megkerülték a bokrot, a csőkukacok rétjén találták magukat. Itt balra kéne kanyarodnunk a kupac felé, úgyhogy menjünk jobbra! Így is tettek. Rövid szögdécselés után a vadradél cseréjéknél találták magukat. Milyen ismerős! Menjünk inkább arra! Vakarta a fejét Fityérc. A csalóka csalitos! Ez nem rossz! Így gyakran összekeveredik az emerre, meg az amarra, úgyhogy könnyű eltévedni benne. Én is ebben bízom! Bólintott Fityérc. Egy darabig össze-vissza bókláztak a sűrű bokrok között. Végül doktor furcsa bakancsházánál bukkantak ki. Mi csak, uflik? Csak nem zsibbad az ugró dudorodok? Szerencsére nem! Eltévedni próbálunk, csak sehogy sem sikerül. Ritka eset. Becsukott szemmel próbáltátok már? A kuflik a fejüket rázták. Kössétek be a szemeteket, ha nem látjátok, merre mentek, sokkal könnyebben el tudtok tévedni. Köszönjük! Jó ötletnek tűnik! Mondta Valér, majd a szemük elé kötötték a kendőket. Most merre? Kezdjünk el ugrálni egyenesen az orrunk után. Így is tettek. Valér néhány ugrás után nekiment valaminek. Útakadály! Kiáltotta az orrát dörzsölgetve. Erre, ez szabad az út! Kiáltotta Fityérc, ám abban a pillanatban elfogyott ugró dudora alól a föld, és eltűnt egy árokban. Te meg mit keresel itt? Kérdezte egy lábas csigától. Lássuk csak. Hőselök, de te mi áradban vagy errefelé? Próbálok eltévedni, de úgy tűnik, sajnos hiába. Minden rendben? Velem, igen, de attól tartok, most sem sikerült eléggé eltévednünk. Fityérc kikászálódott az árokból és körülnézett. Hátuk mögött a csalóka csalitos, előttük a jól ismert vadradírbokrok, jobbra, kicsit távolabb a csocsótány létrafája, balra a bujócskázó rét. Reménytelen! Bármerre indulunk, tudjuk merre kell hazamenni. Akkor játszunk valami más. Például hazamenőset, úgyis közeledik az ebédidő. Jó ötlet! Sziasztok! Ti meg merre jártatok? Eltévedni voltunk. És? Sikerült? Szerinted akkor most itt lennénk? Ki tudja? Lehet, hogy egészen máshova akartatok menni, és csak úgy ide tévedtetek. Ha hazaérni, mégiscsak jobb, mint eltévedni. Csak nem annyira izgalmas. Izgalom éppenséggel itthon is akad, ma Zödön főzte az ebédet. Csak nem vacsóskát. Csak nem vacsóskát, annál még az eltévedés is jobb. Azzal felugrottak a fűből, és szélsebes szögdécseléssel eltűntek a kupac tetejéről, mintha sosem lettek volna ott. Kész az ebéd. Jó helyen járok.
Ez már a film vége. A nagy felfordulás. Késő nyári délután volt. A rét virágai álmosan ingatták fejüket a sárguló fűben. Csodálatos időnk van. Úgy sétálnék egyet. Remek ötlet. Tényleg jól esne egy kis testmozgás. Hilda és Béla bá feltápászkodtak, hogy halkan, nehogy felébresszék a többieket, leugráltak a kupacról. Séta, ez csak úgy a séta kedvéért. Sosem tudtam, mit gondoljak a lepkehalakról, amikor reddesni látom őket odafent, olyan, mintha egy tenger lenne az ég helyén. Bizonyára ők sem tudják eldönteni, hogy két fejűnek lenni furcsább, vagy lepkehalnak. Közben egy kis facsoporthoz értek. Milyen érdekes az az odú. Olyan, mint egy kulcsjuk. Ahol kulcsuk van, ott kulcsnak is kell lennie. Béla bá azzal keresgélni kezdett botjával a fűben. Ezt keresitek? Ezek szerint nálad van. Ha nem így volna, kézen közön eltűnne. Most mi lesz? Azt majd meglátjuk. Béla bá beledugta a kulcsot a lyukba, és elfordította. Nem történt semmi. Csak leesett a kalapom. Ott van. Felrepült? Inkább leesett. A két kufli értetlenül nézett rá. Amikor eltekerted a kulcsot, megfordult a rét. Ennyi az egész. Ritkán ugyan, de megtörténik. Most fent van, ami eddig lent volt, és lent, ami eddig fent. Na, nekem mennem kell. Álljál, Ercsi! Most mi lesz? Megpróbálom visszacsinálni. Úgy látszik, visszafelé nem működik. Akkor örökké fejjel lefelé maradunk. Hidd el, meg lehet szokni. Esetleg próbáltok meg kézen állva. Tanácsolta egy pók. Nem is rossz ötlet. Hú, elég kényelmetlen. Hozzunk segítséget. Valahogy helyre kell ezt hoznunk. Fogták magukat, és két kézen lépkedve visszasiettek a kupacukhoz. Ti meg mit csináltok itt fejen állva? Igazából a rét állt fejre, nem mi. Sürgősen vissza kéne billenteni. Úgy érted, hogy most mindannyian fejjel lefelé vagyunk? Így van, magam sem értem, hogy történhetett. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem értem. Akkor miért nem potyogunk le a rétről? Talán mert annyira hozzátartozunk. Csak nehogy egyszer mégis lehessünk róla. Van egy ötletem. Ha minden rétlakó összegyűlne valahol az elhagyatott rét szélén, és ott egyszerre ugranánk egy jó nagyot, azzal talán vissza tudnánk billenteni a rétet. Remek ötlet! Hol legyen a gyülekező? A legutolsó bokornál. Az a rét legszélén van. Könnyű megtalálni. Néhány lépésre van az utolsó előtti bokortól. Sietve szétszélettek. Titus észak felé indult, Pofánka délnek, Valér keletnek, Zödön pedig nyugatnak. Fityirc meg... Na, ő szaladgált egy kicsit erre is, egy kicsit arra is.
Mi egyenesen a bokorhoz megyünk, mondta Béla bá Hildának, akit szemlátomást megviseltek a történtek. Alig egy óra múlva minden rétlakó ott gyülekezett izgatottan a legutolsó bokor körül. Ha azt mondom hopp, mindenki egyszerre ugorjon egy nagyot. A rétlakók elcsendesedtek. Hopp! Én megyek, és visszaadom a kulcsot a vakondnak. Talán jobb lenne, ha ezentúl mi őriznénk. És bármikor felfordíthatjuk vele a rétet. Felfordulás kulcs nélkül is tudunk csinálni. Mit szólnátok inkább egy ünnepi kézenjáró versenyhez? Kézen, szárnyon és csáponjáró verseny legyen, hogy mindenki indulhasson. Cél a kuflikupac! Kiáltotta Titus, mire mindenki elindult. Egymás hegyén hátán ugrabugráltak keresztül az elhagyatott réten. A legutolsó bokor csodálkozva nézte őket. Még csak el nem tűntek a táborban. Most akkor melyik fejem van lent? És melyik lent? Nyeee!